papi! Ágy papi! Ho-ho! Szia, Peppa! Szia, Zsoli! Nagy papi, mit csinálsz? Virágokat ültettek a kertbe. Ezekből a magokból szép virágok lesznek. A magokat a földre szórom, aztán földet lapátolok rájuk. Ó, hová tűntek? A magok eltűntek. Ez különös. Pedig én ide is szórtam magot. Igen, nagypapi, láttuk. De már nincsenek itt. Mindegy, akkor majd szórok újat. Ahogy mondtam, a magokat a földre szórom. Egy kis madár megeszi nagypapi vetőmagvait. Hé, hagyod békén a magvakat? Szóval így tűnt el az a sok mag. A kismadár pociában van. Még két kismadár eszi nagypapi vetőmagvait. Ó, nézd! Ó, hess, hess! Mi ez a kiabálás? Nagymami, a madarak megeszik a vetőmagvaimat. De mi elzavarjuk őket. Semmi értelme, úgy is visszajönnek. Nézzétek, madárijesztőre van szükség. Mi az a madárijesztő? Az egy szalmaember, aki elijeszti a madarakat. Ez nagyszerű ötlet, nagymami. Készítek egyet, kövessetek. Viszlát, madarak, megyünk madárijesztőt készíteni. Ez itt nagypapi műhelye. Megtalálunk itt mindent, ami egy madárijesztőhöz kell. Először kell két bot és egy kis madzag. Majd mi keresünk. Jaj, ez túl ijesztő. Zsoli, készítettem neked egy köszöntőlapot. Kitalálod, mit ábrázol? Zsoli nem tudja. Virágot akartam neked festeni. Zsoli nem szereti a virágokat. De végül aztán mást festettem. Egy dinót! Nagyon szép kép, Peppa. Igen, tudod, én jól tudok festeni. És most Zsoli születésnapja tiszteletére egy különleges helyre megyünk. Ibi, menjünk! Hova megyünk? Meglátod. A család elindul Zsoli ajándékprogramjára. A cirkuszba megyünk? Nem, de ez ugyanolyan lesz. Akkor moziba? Nem, sokkal jobb helyre. Nem bírom kitalálni. Vajon hová mennek? Megjöttünk. A család megérkezett a múzeumhoz. Miért vagyunk egy múzeumban? Gyere, meglátod! Mi lehet Zsoli ajándékprogramja? Zsoli, mit szeretsz a legjobban az egész világon? Dino! Dino! Zsoli ajándéka egy látogatás a múzeum dinoszaurusz termébe. Ó, már megint dinoszauruszok. Dino! Nem kell megijedni, ez nem valódi dino. Csak robot. Nézd, ha ide állok, rögtön... Szegény Pedro, gyere és ülj előre mellém. Helyes, így jobb? Egy kicsivel. Gazella néni. Ó, te is rosszul vagy, Zoe. Lehet, hogy rosszul leszek. Előre ülhetek a biztonság kedvéért? Én is előre ülhetek. Én is. Én is. Oho, sajnálom, de mindenki nem ülhet előre. Nem baj. Úgy is megérkeztünk. Hurrá! Kellemes táborozást! Viszlát! Hoho, ez itt a táborhelyünk. Szívjátok be ezt a friss levegőt, gyerekek. Jól csináltátok.
és most állítsuk fel a sátrakat. Peppa és barátai felállítják a sátraikat. Gyerekek, mindenki válassza ki, hogy kivel akar egy sátorban lenni. Suzi, leszünk egy sátorban? Ne. Már elég érkeztem Zoénak. Ó, ne haragudj, Suzi, de elég érkeztem Rebekának. Rebeka, azt mondtad, velem leszel. Igen. Emily, te kivel akarsz egy sátorban lenni? Zoéval. Rendben. Jó, most már lakhatsz velem. Rendben. És most szükség van rőzsére a tűzgyújtáshoz. Gyűjtsünk rőzsét. Én és Pedro akarunk rőzsét gyűjteni. Hoho, mindenki gyűjthet rőzsét. Peppa és barátai rőzsét gyűjtenek a tűzhöz. Nagyszerű! Tartja a vásznat. Mi az a vászon? Az olyan, mint a papír. Speciális festményekhez. Az fog krém. Nem, Peppa. Különleges festék felnőtt művészeknek. Remek. Melyik színnel kezdjem? A pirossal. Miért azzal? Mert a piros a kedvenc színem. De előbb az eget kell megfesteni. Nézzétek, milyen színű? Természetesen kék. Nagyon jó. Kezdjük a kékkel. Most jön a fa. Zöld kell a levelekhez. Csak hogy nincs zöld festékeid. Nem gond. Ha kéket összekeverünk sárgával, zöldet kapunk. A kék és sárga keveréséből zöld lesz. Milyen szép zöld levelek. És itt egy kis fű. Na és az ágak? Barna festékünk sincs. Tudunk kikeverni. Összekeverünk zöldet és pirosat. A zöldből és pirosból barna lesz. Papa megfesti az ágakat és a törzset. Papa, festhetem én a cseresznyéket? Igen, Peppa. Tedd az ujjad a festékbe és kend a fára. 1, 2, 3. Remek, most te jössz, Zsoli. Remek festő vagy, Zsoli. Tessék, kész a festmény. Hurrá! Ó, a kacsák. Jó napot, kacsa néni. Képet festünk. A kacsák átszaladnak papa festékein. Hes, hes, rossz csont kacsák. Hes, kacsák, hes. Ne bántsátok a képem. Ó, Zsoli, hol a sapkád? Haci! Zsoli megfázott. Haci! Ó, szegény Zsoli, lehet, hogy megbetegedtél. Ne aggódj, kihívom medvedokit. Itt medvedoktor beszél. Értem, dugják ágyba, és nem sokára ott leszek. Köszönöm, medvedoki. Viszlát! Zsoli kórházba kerül, és ott majd kap gyógyszert. Nem, csak ágyban kell maradnia. Ó, tehát akkor Zsoli igazából nem is beteg. Hüci! Fúj, ez gusztustalan! Hüci! Ó, szegény Zsoli, le is fektetlek. Zsoli, neked most ágyban kell maradnod. Nem! Zsoli nem akar ágyban maradni. Zsoli, nem jöhetsz ki, amíg jobban nem leszel. Miért? Azért, mert melegen kell lenned. Miért? Hát, mert medve doki azt mondta. Jó napot, hol van a betegem? Nyisd ki a szád, és mondd, hogy áááá. Zsoli egy kicsit fél. Peppa, te nagy vagy és ügyes. Megmutatnád neki, hogy kell azt mondani, hogy áááá. Hogy ne? Zsoli megfázott. Szüksége lesz gyógyszerre? Nem.
de este igyon egy kis langyos tejet, ami segít elaludni. Köszönjük, medve Doki. Szívesen, viszlát! Én vagyok itt a vár úr. Minden várba kell zászló. Van zászlójuk is. Nekünk nem kell vacak zászló. Itt van nagymami. Sziasztok, lányok! Hozhatok nektek valami? Igen, egy zászlót! És jobb legyen, mint a fiúk zászlója. Igyekezni fogok. Én vagyok itt a vár úr. Hoho! Minden várba kell telefon. Fogjad! Ezt tartsd jó erősen, és beszélhettek a fiúkkal. Nem akarunk a fiúkkal beszélni. Mi sem akarunk beszélni a lányokkal. Nagymami talált zászlót a lányok várára. Ebből remek zászló lesz. Köszönjük, nagymami. Ez nem olyan jó, mint a fiú zászlója. Bárcsak mi lennénk a várban. Igen, a hercegnő kastélyokban élnek. Hogyha én hercegnő lennék, én lombházban laknék. Háló, átmehetünk? Léci! Csak ha azt mondod, hogy a vár a legjobb. A vár a legjobb. Én maradok a lombházamban. Nekem nagyon tetszik a vár. Ó, jaj, esik, és a várnak nincs teteje. Menjünk át a lombházba. Ne, én nem hagyom el a váramat. És most mi lesz? Jó napot mindenkinek! Szia, Peppa! Megkaptad a levelet a partimról? Igen, és már válaszoltam is rá. Nagyon jó! Teringettét, milyen sok levél van ma? És ez itt az enyém, és nagyon-nagyon fontos. Nekem küldted, felbonthatom most? A te leveled, Zoé, de mielőtt kibontod, muszáj kézbesíteni, úgy szabályszerű. És mivel ma sok levél van, jobb, ha rögtön hozzákezdek. Zsoli és én is jöhetünk. Persze, pattanjatok be. Sziasztok! Peppa és Zsoli segítenek a postát kézbesíteni. Ez Zoé zebráék háza. Ennek a levélnek a címzettje Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra. Zoé zebra. Zoé zebra. Ha-ha, az összes Zoénak jött. Az az én levelem. Bedobhatom. Természetesen. Peppa szeret levelet bedobni. Mama, nézd, ez a sok levél mind nekem jött. Ó, ez csodás! Elolvasnád őket, mama? Kedves Zoé, szeretnék elmenni a partidra, Deni kutya. Suzi bárány is eljön a partidra. És Rebecca, Pedro, Emily, Candy, minden jönnek hozzánk. Ez a levél pedig tőlem jött. Az van benne, hogy eljövünk a partidra. Sok-sok puszi Peppa és Zsoli. Mindenki megjött Zoé partijára. Boldog születésnapot, Zoé! Mennyi ajándék! Értek a térképolvasáshoz? Ó, ez a térkép egy kicsit bonyolult. Menjünk feljebb? Igen, feljebb, feljebb! A hőlégballon nagyon magasan száll. Ó, hová lett az ég? Ne félj, Peppa, csak felhőbe értünk. Ó! Hű, újra látszik az ég. Hurrá! Légballon, légballon, nagyobb, mint a föld s a hold. Magasan, az égbolton, repül a hőballon.
Nézd, Maci! Jó magasan repülünk. Peppa, vigyázz, el ne ejtsd! Maci! Elejtettem Macit! Egyet se félj, Peppa, megmentjük! Mindenki kapaszkodjon! Leereszkedünk! Nyúl néni lejjebb ereszkedik, hogy megmentsék Macit. Sehol nem látom Macit. Ott van! Fennakadt egy fán! Ezzel a horgonnyal el tudom kapni. Lassan, lassan... Ez az! Papa megmentette Macit. Maci! Hurrá! Ó, jaj, senki sem figyeli, hogy merre mennek. Vigyázat! Fa van előttünk! Kapaszkodjunk! Először Maci akadt fenn egy fán, most pedig mi akadtunk fenn. Papa Malac, tudja, hogy hol vagyunk? Hát... Eltévedtünk, igaz? Igen. Oh!